napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt. Híreink következnek. Elkészült a belső bűcsi és a külső bűcsi temetőben egy-egy 9 férőhelyes urnafal. Az urnakazetta megváltási díja 25 évre 40 ezer forint. A kazetták megváltását a Bővíz Non-Profit Kft. Végzi. Április 16-án 17 órai kezdett el, negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Bőcsi Pálinka Fesztivál a Faluházban. A pálinka versenyre nevezni április 13-áig lehet fél liter pálinkával. A fél liter pálinka 2 fő belépésére jogosít. Jegyek elővételben 1000 forintért a Faluházban kaphatóak április 13-áig. A vacsora rendelése miatt kérünk mindenkit a határidő pontos betartására, csak az április 13-áig beérkezett mintákat tudjuk elfogadni, és belépő jegyek árusítása is 13-a szerdáig történik. Az esten Tóth György és Hudák Béla fellépők mellett Belicai Balázs humorista szórakoztatja a vendégeket. A vacsora után retro diszkó várja a táncolni vágyókat. A Faluházban szakképzett kozmetikusok tartanak tanácsadást. A téni korban lévő bőr problémák kezelésére, az öregedő bőr ápolására, sminktanácsadás, szépségparti. Ausztrál Bowen terápia, mely a szervezet öngyógyító képességének helyreállításában segít. Alternatív mozgás és masszázs terapeuták ismertetnek meg a kínai és japán masszázzsal. Biocom és Ökonet termékek bemutatója, rendelési és vásárlási lehetőség. Flabilos gép használatára is nyílik lehetőség. A nagy teremben a mozogni vágyókat várjuk különböző bemutatókkal. A Faluház melletti parkolóban termelői vásárral várjuk az érdeklődőket. Adalékmentes lekvár és gyümölcsdesszertek, különböző mézből készült termékek, goblenáruk, kézműves szappanok, cserepes, tavaszi és anyáknapi virágok, gyöngyékszerek, füstölt húskészítmények. Szolgáltatókkal is várjuk a lakosságot, a vásár ideje alatt fagyi, lángos, kürtös kalács, mozgócuki, pesenyes sütő is lesz. A gyerekeket a Faluház baba-mama termében játszóház várja. A hírek után az elmúlt hetek eseményeiről készült videók következnek. A Víz Világnapja alkalmából a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete, Bőcs Község Önkormányzata, a Borsodi Sörgyer Kft., a Bükki Víz Közalapítvány és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság ünnepi előadó ülést rendezett a Bőcsi Faluházban. Most az erről a rendezvényről készült felvételt tekinthetik meg nézőink. Tisztelettel köszöntöm az elnökségben helyet foglaló Nagy László urat, Bőcs Község polgármesterét, házigazdáját. Köszöntöm Rácz Miklós urat, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vezetőjét. Köszöntöm Vasas István urat, a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezetének elnökét. Általánosságban köszöntöm a Borsodi Sörgyár RT megjelent képviselőjét, Szadainé Kópai Laura később fog csatlakozni hozzánk itt a helyet az elnökségbe fenntartjuk számára. Tisztelettel köszöntöm Bőcs Község Önkormányzatának valamennyi jelenlévő képviselőjét. Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság területi szervezet jogi tagjainak megjelent vezetőjét, képviselőjét, kedves vendégeinket, a rendezvény valamennyi résztvevőjét és közreműködőjét. Felkérem Vasas István urat, a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi területi szervezetének elnökét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete nevében tisztelettel köszöntöm mindnyájukat a Vízvilágnapja alkalmából. Mindig elmondom, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1992-ben nyilvánította március 22-ét a Vízvilágnapjává, amit 1994-től számos pontján megünnepelnek a világnak. A világszervezet minden évben egy jelmondatot közzétesz. Ezek a jelmondatok mindig a vízzel kapcsolatosak,
de minden évben újabb és újabb oldalát világítják meg a víz és az emberi lét kapcsolatának. A 2016 évi vízvilágnapi jelmondat: vizek és mesterségek. A régmúltban és napjainkban is számos olyan mesterség, szakma volt, van, mely elképzelhetetlen a víz jelenléte, rendelkezésre állása nélkül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország rendkívül gazdag, jó minőségű vizekbe, tehát nekünk még fokozottabban oda kell figyelnünk vizeink állapotára. Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg ünnepi rendezvényünket, bízva abba, hogy ez a mai nap is segít bennünket felelősen gondoskodni vizeinkről, az emberiségnek erről a nagy kincséről. Megköszönöm Fasas István elnök úrnak az ünnepi beszédét, és felkérem majd a polgármester urat tartsa meg. Köszönöm szépen, elnök úr, igazgató úr, és hát a ünnepi ülésen minden résztvevőt nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Azt hiszem, elnök úr a megmondhatója, hogy amikor elkezdődött a szervezés, és felvetődött, hogy mi lehetünk a házigazdák, rögtön azt mondtam, hogy nagy-nagy örömmel vállaljuk, és szeretettel várunk ide mindenkit. Ezt azért mondtam rögtön így, mert alapvetően zöld beállítású és zöld gondolkodásmódú ember vagyok. A másik pedig, ami majd a későbbiek folyamán egy kicsit bővebben is lehet majd látni, hogy a víz bölcsöt mindig is kiemelten, a víz mindig kiemelt szerepet játszott bölcs életébe, és a mai napig is. Minden község, minden város életében fontos, de majd meglátják, hogy bölcsnél ez különösen így van. És mint házigazda, én csak azt kívánom, hogy érezzék jól magukat bölcsön. Azt kívánom, hogy az ünnepi ülésen mindenki egy olyan gondolattal térjen haza, ami a víz világnapjához illik és megfelelő. Jó tanácskozást kívánok! Köszönöm szépen! Először egy verset fognak Lehocki János a Vizek Háza címmel hallani, amelyet Kerti Zsófia és Nyilas Gergely fognak elmondani közösen. A következő produkció pedig Szabó Márta fog nekünk furuljázni, azután pedig Tarcani Vivien hegedülni fog, és Lein Petra, harmadikként Lein Petra pedig zongorázni, és a legvégén lesz egy táncos produkció, Felföldi Péter tanár úr csoportja egy jive-ot táncolni. Fogadják meg a szeretettel a verset. Lehocki János, a Vizek Fohásza. Vándor, ki szomjakat oldoz forrásom vizével, vigyázz rá! Én bűsítem arcodat forró nyári napsütésben, én frissítem párat testedet vándor útjaid után. Csobogásom nyugtatja, zaklatott lelkedet, habjaid táncol bűveli tekintetedet. Koros gúnyának tisztítom, egészséget őrzöm, szívvitelet gyógyítanok, üdítelek, vidítanok. Erőmmel hajtok képedet, malmadat, tartom csónakodat, hordozom hajodat. Általam sorjad lefésed, én küldök terméken esőt szükkat kerteidre. Ott búgom édes gyümölcseikben, a nádosok illatában rejtezem, barlangok mélyén, erdőt rejtetén, sziklák között, csúcsok fölött, osványban, sodrányban rám találsz. Az élet válkáit ringatom, otthonaként velem érez meg a lény, úszó levegő állat, rengedező növény. Kusza hínál, tündérő virág, meglepő eleven vízirág. Remélő iklat, játszik borony, lesírhatja, óvatos nyolkapon. Bölcső vagyok, földi életős anyja. Bölcső vagyok, folyton a születés csöndes színpada, kedvet vagyok, a földi életős anyja. Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe, állandóság vagyok, szüntelen harcok végkévé összegződő reménye. Szelíd forrásként becézhetsz, érként, patakként kedvelhetsz, olyanként köszönhetsz.
eső kopanása, véred dobbanása. Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni. Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni. Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni. Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni. Buborék vagyok, tajték vagyok, szeretned kell. Hűsítő korsó vagyok, heves zuhany vagyok, élvezned kell. Tükör vagyok, arcod vagyok, hullám és híd, part és víz, erő és báj, folyó és táj. Úszás és merülés, áldás és könyörgés, értened kell. Víz vagyok, őriznek kell. Thank you.
Györgyán helyszíne Dőcs, tehát itt folyik a termelés. Korábban voltak kirendeltségeink és ott palackozás történt, de most már hosszú évek óta csak itt a bőcsi telephelyen történik a sörnek az előállítása, a palackozása, a kiszerelése. 1972-ben, illetve 73-ban indult be, 72-ben kezdték el és 73-ban indult el a termelés itt a Borsodi sörgyárban. A központi, tehát a pénzügyi, kereskedelmi központ az Budapesten van. A munkavállalók száma az csökkent, most már csak 400-an vagyunk a kereskedőkkel, illetve a technológiában dolgozó kollégákkal együtt. Ugye az első alkoholmentes sört Magyarországon a Borsodi gyártotta, ez a Borsodi Póló sör. Azóta van más alkoholmentes termékünk is, például a Stella Artois-nak is van alkoholmentes változata, illetve a gyümölcsös soreink is alkoholmentes változatban is készülnek. Tehát ugye a víz világnapjához kötődően ugye a nagy mennyiségű vizet használunk fel a termék előállításához, illetve a technológia során. És nagyon fontos a jó minőségű víz. Itt mi szerencsések vagyunk, mert itt Borsod megyében nagyon jó minőségű ivóvizet tudunk nyerni ezekből az ivóvízbázisból. Saját kútjaink vannak, 5 kútunk van, 30 méteres kavics ágyon telepített kútjaink. Tehát a sör 98%-a ugye víz, a többi a malánta, illetve a komló. Tehát fontos az, hogy felelősen gazdálkodjunk a vízkészleteinkkel. Az érdekesség, hogy igaz-e vagy hamis, általában akkor látogatók szoktak ilyen kérdéseket föltenni, azért gyűjtöttük egy csoportba, hogy a sör a lehető leghidegebb, annál legjobb, hogy minél hidegebb a sör, annál finomabb, mert a meleg sör nem olyan jó, ez tény, de azért az is igaz, hogy mint tudjuk, hogy ha nagyon hideg valami, akkor az ízek sem jön neki annyira, tehát egy kicsit azért melegebben fogyasszuk a sört, 10-12 fokon a ideális a fogyasztása. Persze például az alkoholmentes, meg a gyümölcsös söreinknél van ilyen termotinta, tehát hogy az sötétkék, akkor pont ideális a sör hőfoka. Sörös hasat okoz? Ilyen kérdéseket is szoktak föltenni. Hát nyilván ugyanúgy, mint bármilyen ételekből is mértéktelen fogyasztunk, akkor az meglátszik, de tényleg a felelős sörfogyasztása, vagy egy jó meleg nyári nap után, vagy vízparton, vagy horgászás közben, vagy egy sportolás után jól esik mindenkinek a sör, és nem nagyobb kalória tartalmú, mint a bor. Nos, hát nagyon röviden, mert a nagyon ki
sas, ami szerepel, hát a miénkén galambok vannak, és egy harang. És hát mindenki tudja, hogy a békét a galamb jelzi. Különösen akkor, hogyha amikor ahogy a címerről készül, tehát a református egyház harangja szerepel itt. És azért van két galamb, mert 1950-ig két község volt, tehát teljesen önálló, közigazgatásilag önálló két község, Külső Bőcs és Belső Bőcs, és 1950-ben szerepeltünk, hogy már bőcsként. Én már Bőcsen születtem, tehát 51-ben már Bőcs volt. Bőcs életében a víz az nagyon fontos, és ott a címer alján az a kék folyam, ugye ezt a hernádunkat jelképezni. És még van rajta, ugye, ami meghatározta eddig a falu életét, az a kalász, ami a tetején van, hisz mezőgazdasággal foglalkoztunk. Néken térképe táj, tehát felőről sok fotót mutathatnék, de azt hiszem, hogy sokkal jobb, hogyha egyenként nézünk. Hát ugye a vízvilág napja van, akkor az első kép, ugye a Hernád, a leggyönyörűbb folyó, mondom én, mások azt mondják, hogy a Tiszán után, meg aki kihol lakott, kihol fürdött gyerekkorában, és hogyha víz, tehát van egy 4 hektár alapterületű horgásztavunk is, alapvetően ilyen dzsungeles, ingoványos, de azért megpróbáljuk a külső részt rendben tartani. Majdnem 100 horgászunk élvezi ennek a víznek az örömeit. És hát, hogy Bőcsről egy pár mondatot. A 13. században vannak első írásaink, nagyon röviden, ugye Bolcs néven szereplők először, aztán a viharos századok következnek, és a 16. század elejére lényegében a harcok dúlása folyamán szinte majdnem, hogy a falu összes lakossága elpusztul, vagy a szomszéd településekre megy, és ugye 1550-es években, 40-es, 50-es években a lovas hajtókat telepítenek be, és lényegében onnan indul másodszor a községünk, mint község. Tehát azt nem sikerült kiderítenünk itt magunk közül, hogy ki tartozik, mint a Bolcsú vezér ősének, vagy ki már az ide telepített hajtók ősének. Minden esetre mi tisztelekbe a második község alapításra, ugye egy hajdú szoborral ünnepeltük ezt meg. Hát van egy másik szobrunk is, ez az első és a második világháborús emlékművünk. Erről ugye mindig csak szomorúan tudunk, hisz itt is sok, mind a két háborúban szinte százával fogyott a falu lakossága. És hát ugye valamikor Bőcs teljesen református község volt, az utóbbi időben ugye megváltoztak a viszonyok. Ugye a 2880 lakosunkból most már majdnem 500 katolikus is él községünkben, és ebben a legfontosabb, hogy békés egymás mellett élés szerint. Ott van egy tájházunk, amit az utóbbi, tehát az utolsó pillanatban sikerült talán megmenteni. Üzemel is a tájházunk, régen paraszti szerszámok és alkalmazásának módjai és életkörülmények vannak benne.
Elkezdődött ugye a pályázatok kora 2007-ben, és hát az első pályázat egy ilyen parkot építettünk, ahol körbe bemutatjuk Bőcs történetét és Bőcs jellegzetes épületeit. Tehát ha ezt egy ide látogató végig szalad rajta, ami körülbelül egy 8 perc alatt, akkor megtudja azt, amit most én itt próbálok elmondani. Egy pár helyen sikerült még a régi fotót, hogy mi volt és mi lett egy-egy pályázattal. Ez egy Belsőbőcsi, hogy mondjam, tehát még a faluban még mindig él, hogy én Belsőbőcsi vagyok, én meg Külsőbőcsi, de már a legények emiatt nem verekednek. Valamikor ez is megtörtént. Megint egy Belsőbőcsi így nézett ki, és rá egy év múlva pedig így. Tehát azt hiszem, és ezek ugye pályázati pénzekből, hát azt hiszem, hogy látványos, különösen úgy, hogy ezt a, amit ide építettünk, így is hívjuk, hogy látványközpont. Jó? Na most ez a látványközpontunknak a középső része egy helyi születésű, tehát bőcsi születésű festőművészünknek az állandó kiállítását tartalmazza, Koncz József festőművész kiállítása, ez a középső rész. Ennek a látványközpont mellett ugye van egy játszótér, ami azt hiszem, hogy ezzel a környező parkokkal együtt ténylegesen olyan szimbolikus, ténylegesen mondom, környékről gyermekes szülők járnak ide eltölteni pár órát. És mivel két bőcs van, tehát külső bőcsön is elkészítettük ugyanezt a játszóteret, ugyanabból a fából ugyanazt, mert nem lehet más csinálni két faluban. És hát ami azt hiszem az utóbbi éveknek a legnagyobb és talán legszebb beruházása, ez itt a külső bőcs óvoda, itt a faluház mögött felépült, én azt hiszem, hogy a 21. századnak megfelelő óvoda és bölcsöde. Van ugye egy iskolánk, ami tanulói egy kis ízelítőt adtak, hogy művészeti oktatás is folyik. Elég nagy iskola, hisz a környékről is sokan járnak ide, főleg ugye Berzék egész első tagozata, de más környékbeli iskolákból is járnak. 450 tanuló tanul ebbe az iskolánkba, hisz van egy szakiskolai rész is. Orvosi rendelőnk is pályázat útján, tehát rendbetételre került, és ugye van egy idősek otthona, ahol a munkában megfáradt, és olyan emberek, akiket nem tudnak otthon ápolni, és azok kerülnek ide. És ez a faluház mögötti rész, ez a sörbutunk, mert hogyha bőcs, akkor sör, és hogyha a sör, akkor a csapból is sörnek kell folyni. Hát bőcsön tényleg így van. Mint mondtam, ugye próbálunk zöldek maradni, tehát napelemek sora a látványközpont tetején napelem, a látványközpont mögött napelem, itt a faluház, a tekepálya mögött napelem. És ugyan egyszer már volt az idősek otthona, de ha akkor figyelték, akkor még nem volt rajta ez a üvegtető. Szó szerint, ugye napelemmel borítottuk be szinte teljes egészében a déli oldalt, és szó szerint üvegtető.
És hát akkor, ha van déli tető az óvodán, akkor oda is teszünk napelem egy napkollektort. És hát a hivatalunk tetején, ahol déli tető van, tehát ha szaladunk, ahol találunk egy déli tetőt, akkor oda napelemet telepítünk. Kiadó déli tetőket keresünk. Na most hát, és ebben az energiában, a megújuló energiához tartozik, hogy ott a látványközpontunk, ami az első képen szerepel, ugye középen van a festőművészet kiállítása, két oldalt pedig egy-egy nagy üvegház van, amit ténylegesen használunk, tehát most mennek a magvaknak a pikírozása, tehát ott termeljük meg azokat a virág és zöldségfélék palátáit, amit felhasználunk mi a falu érdekében. És hát, hogy érdekességet mondjak, tehát próbáljuk kiküszöbölni az elektromos és gáz felhasználását, és itt ez ugye a látványközpont azt jelenti, és szoktunk 8-os, 7-es diákoknak előadást tartani a megújuló energiáknak, hisz itt ugye a napelem napkollektoron kívül egy hőszivattyú is biztosítja a hőmérsékletet, tehát hogy ne fosszilis energiára alapuló energiát kelljen felhasználni, illetve hát a továbbiakban pedig, mint alföldi, jellegzetesen már alföldi község vagyunk, és megújuló energia alapanyagunk csak a szalma, ezért ugye szalma kazánunk tömkelege van. Ez a legnagyobb, ez az iskola óvoda fűtését tudja, tudná ellátni. Ez 600 kW-os, tehát nagy teljesítményű. Összességében azt tudom mondani, hogy Bőcsön a megújuló energiát, ha összeadom az összest, akkor egy 1000 kilowatt teljesítményt tudunk most már biztosítani, amivel a számítások szerint a középületeink energia költségét felezzük. Hát a sport is szervesen hozzátartozik Bőcshöz, ez a futballpályánk már nem olyan színvonalú, hál' Istennek, mint volt, hogy MB2-es, megyei egyosztályban futballozunk. Ami nagyon lényeges felújítással ezt a iskolánknak a sportcsarnoka, amit most újítottunk fel sportpadlóval, ez egy gyönyörű nagy, és tehát nekünk nem gond a mindennapos sport foglalkozása a gyerekeknek. És ugyanitt az iskola, tehát ebben a falu központban ugye építettünk két műfűves pályát is, itt ahol a nagyok alapvetően napközben az iskolások használják, de azért ilyen meccsek is vannak, DVTK, öregfiúk, Bőcs öregfiúk mérkőzés, illetve külön az óvodásoknak is külön pályájuk, műfűves pályájuk van, tehát aki korán akarja kezdeni, a futballt ám itt megteheti. Ugyanebb a sportcentrumban van egy úgynevezett kalandpark gyerekeknek, és ami nagy örömömre szolgál, hogy már nem csak az önkormányzat, hanem civil szervezetek is pályáznak. Ez például egy civil szervezet pályázta ezt a gyerekeknek ezt a kalandparkot. A nagyon szép nevet sikerült nekik találni, sporttal a Bőcsi Ifjúság Egészségért Alapítvány. De a lényeg az, hogy ténylegesen szívvel, lélekkel végzik a munkájukat, olyannyira mondom, hogy már pályázattal is hozzájárultak ehhez a munkánkhoz.
szórakozásaink, műsoraink, itt például a Mihály napi vásár egy részletét lehet látni, de a lényeg ugye azért itt van, hogy egyik lakónk pont egy ilyen közösségi rendezvény előtt kitette ezt a táblát, hogy jó itt lakni Bőcsen. Hát egy polgármesternek ez a legnagyobb dicséret, amikor egy lakó ilyet csinál. És hát azzal zárnám, ugye ez egy nagyon csúnya kép, ez ugye a homokzsákok tömkelege, hisz a víz nem csak szép és nem csak hasznos nekünk, hanem ugye azért néha-néha nagy problémát is tud okozni. Itt szeretnék köszönetet mondani azért a Évízi, most már Énvízi, ugye, minden dolgozójának és igazgató úrnak, tehát nagy és sok segítséget kapunk, amikor rászorulunk, hogy ha ilyen helyzetbe kerülünk. Nos, a vízhez még annyit, ugye, hogy én 21 évet dolgoztam ugye a sörgyárba, és a sörgyár vízművét vezettem, tehát és a sörgyár azért fontos, és a vízzel kapcsolatos, és oldott egy szám, ugye, hogy a sörnek 98% a víz, szerintem nem jól mondta Laura, nem tudom, hogy jól mondta, itt van sokkal több, tehát nyomokba felelhető csak, ami nem víz. Én, mint vízműves, hogy mondjak mást, Laura azt mondja, hogy a víz az nem számít, nem az számít, én azt mondom, hogy ott kezdődik, ugye ez szakmai dolgok, és hát, hogy a víz miért fontos, hisz ha nem lett volna ilyen jó víz, hisz mikor a sörgyárat kijelölték, hogy hova kerüljön, majdnem 10 helyet néztek, hogy hova kerülhet, és ugye amiért ide került, a legfontosabb döntő érv, hogy jó víznyerési lehetőség volt. És mivel a falu nem csak azzal nyert, hogy a sörgyárban nagyon sokan tudtak, és a mai napig is azért tudnak dolgozni, hanem a falunak épülése és szépülése azért a sörgyárnak köszönhető, hisz a sörgyár adója nagyban segíti a céljaink elérését. És hát egy pár dolgot még, amit én 84-ben mentem oda, akkor majdnem 2500 dolgozója, tehát nem több mint 1200, majdnem 2500 dolgozói volt, tehát a kirendeltséggel együtt, ma pedig 400. Sajnos ilyen arányban lecsökkent a bőcsiek dolgozói létszáma is, és sajnos ma már nem a legnagyobb foglalkoztató Bőcsön sem a sörgyár, de nem panaszkodunk, tehát még mindig örülünk, hogy működik a sörgyár, és azt kívánjuk, hogy a sörgyár itt még sokáig minimai ilyen színvonalon dolgozzon. Nos, hát nagyon röviden csak ennyit szerettem volna elmondani. Még ott a feltett kérdéshez, ugye nekem kimondottan sörhasam van, és az enyém a sörtől van. Ha mindenki annyi borsodi világos sört fogyasztana, mint én, akkor a világ egyik legnyereségesebb vállalata a borsodi sörgyár lenne.
április 2-án szombaton öregfiúk futballtornát tartottak a Bűcsi iskola sportcsarnokában. Három csapat mérte össze erejét, a Gömörhorkai, Vranovi és Bűcsi öregfiúk foci csapata. Az eseményről készült összefoglalót láthatják. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorhoz jó szórakozást kívánok, viszontlátásra! Egyre bátrabb, körbelünk halott, itt vagyunk együtt.
büszke, szíved lángol. Gátak nélkül bárhol játszol. Zöld a pálya, fenn a zászló. Hullámzik már a lelátó. A mi hősünk sose fáradt. Ki most játszik egyre bátrabb. Foci egy vágol, légy te is vágol. Rúgd el a labdát bármilyen távol. Már ez neked is jár, hisz te vagy a sztár. Ez neked is jár. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a futballtornára. Köszönöm, hogy egyszer poďakovať, že ste prijali pozvanie a ste sa zúčastnili na tom turnaji. Nagy örömmel szervezünk ilyeneket. Strašne ako ja ste tiež organizovať také stretnutie. És nagy örömmel megyünk el mi is oda, ahova meghívnak bennünket. Samozrejme aj radosťou prijímam aj vaše pozvanie, jak sa môžeme ku vám sa zúčastniť na takýchto turnajoch. Az egésznek a lényege azon kívül, hogy remélem jól futballoztatok. Aj doniteľ z toho dnešného turnára alebo stretnutia, že ste sa užili a dobre ste si navzájom zahrali. Részemről mi polgármester, aki politikusnak is számít. Ja ako primátor a troška ako možno, že som aj politik. Jó értelemben vett. Az is közrejátszott, hogy szeretnénk a barátságot elmélyíteni itt a környékünkön élő és egymással élő nemzetek között. Számomra már tudom, hogy nem dolgozik, de neki hányit számít, hogy látja, neki ezt a medzi hraničnými spolupráccal, že pre nás je to veľmi dôležité, že by sme naďalej spolupracovali. És akkor nem tudok más mondani, mindenkinek eszébe jutott egy régi magyar sanzon, aminek a szövege az, hogy szeressük egymást, gyerekek. Nincs akkor nyezavezni, hanem nyelko, jak sme szövetli volet a rezepci, meg a brintani, a nyelko zapadno, je to akkor starý sanzon, akkor čo to bolo, a dúčtenka bolo, že majarčine to zopakujem, szeressük egymást, gyerekek. Jedni, majme sa radi. Majme sa radi. És meg kell, hogy mondjam, hogy itt elnézést kérek a gömör holkaiaktól. Tehát én most a papíron ugyanaz van, hogy gömör holka a harmadik, de megosztva a bőccsel, jó? És egy számot kérek tőle, hány éves volt? Hét! 67 éves. Hogy az első helyezést értél, Ranov csapatra. Mi a csapatkapitány? És tőle kapitán Muszval Kranova. Hogy úgy nem látja a nagy táskát, hogy megkordod, akkor nem kell senki. Szóval a bunda! Ďakujem pekne, že ste ako išli. Ďakujeme mi aj za to. Terempoci torna legjobb kapusa Balázs Tibor. Bunda!
A sír lesz a végső állomás.